ide szépen. Kecsegtetően indult a nap az alsórajki Somogyi György számára. Kárász is pont is akadt a horogra már a verseny első órájában. A szerencse mellett a tó minőségét és az általa használt etetőanyagot is dicsérte. Van benne vaníliacukor, van benne kis tápanyag, amit boltba lehet venni, jó pénzért. Meg hát a vaníliás kukorica mellé, ami a vaníliacukor mellé ugyanúgy az ízeket adja a halaknak, ami én szerintem a vízbe is szerintem oldódik, és a szaglás. Még szerintem a halaknak is van szaglás. A kiváló időben több mint 50 horgász versenyzett szombaton, a helyiek mellett érkeztek egyesületi tagok az ország másik végéből, sőt még Németországból is. A felnőttek mellett a gyerekek is próbára tették magukat a szigeten. A szervező szerint a fokozott érdeklődés annak is köszönhető, hogy sokan elismerik az Zrínyi Horgász Egyesület elmúlt évtizedekben végzett tevékenységét, eredményeit. Nagyon, nagyon megindító számomra, amikor a tavaszi időszakban 80-90 éves emberek veszik fel a kapcsolatot, hogy ők már nincs erejük horgászni, de a tagdíjat elküldenék nekem postán, mert ők élete végéig ragaszkodnak ahhoz, hogy Zrínyi is tagok lehetnek. És amikor azt látjuk, hogy a horgászok jönnek be az irodába, a horgászirodába a horgászengedélyt váltani, és hozzák a gyermekeiket, hogy őket is zrínyiseknek akarják, ez mind öröm számunkra, és tényleg igazolja azt, aminek az apropóján ma itt vagyunk. Finom, finom illat, és ott vannak egészben a pontyok. A jubileumi ünnepség nem múlhatott el ünnepi ebéd nélkül, a fogás természetesen halászlé volt. Amíg a leves főtt, beszélgetésre, játékra is volt lehetőség, hisz a nap legalább annyira szólt a versenyről, mint a közösségről. 70 év imponáló, és ezt meg kell ünnepelni. Én örömmel jöttem az Zrínyi Horgász Egyesület meghívott ezen ünnepre. Itt vagyunk a Csónakázó tó partján, gyönyörű szép festői környezetben. Ez az egyesület 70 év alatt természetesen nagyon sokat tett a természetért. Sokan tanulták meg a horgászatnak az élményét, amely egy nagyon szép sport. Az ünnepi ebédre Nagy Kanizsa más egyesületeinek az elnökeit is meghívták, ezzel is erősítve a kanizsai horgásztársadalom összefogását. A 70 éves jubileum alkalmából rendezett versenyt Bolla József nyerte meg.